Mayer Mihály, aki ugyancsak kétszeres olimpiai bajnok, dózsás volt mindig. Mindig fűzött engem, hogy menjek oda. De hát valahogy már nem tudom, de anyatejjel magamba szívtam ezt a fradi őrületet, úgyhogy meg sem fordult a fejembe, hogy elmenjek. Hívtak klubokba, de jól éreztem ott magam. Szeretettel köszöntöm Önöket, újra dobban a Fradi Szív itt a 9.tv-n TV-n, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Kássás Zoltánt. Köszönöm szépen a meghívást. A felvételünk előtti napon ünnepelte a születésnapját, amihez ezúton is gratulálunk, és bár ugyan nem kerek az évforduló, de tart az ember ilyenkor egy kis visszaemlékezést, mondjuk akár a pályafutására? Nem, már régen nem nagyon ünneplem a születésnapjaimat. Ebben a korban az ember már nem foglalkozik ezzel. Kicsit röpüljünk vissza az években. Hogyan lett az édesanyjából fradista? Mert hogy ugye itt arról beszéltünk, hogy az édesanyja révén került a klub bűvkörébe. Hogyne. Hát igazából ezt nem tudom, mert én gyerek voltam, amikor ő már fradi drukker volt, és emellett totózott is. Tehát nekünk a vasárnap délelőtti programunk az volt, hogy kitöltöttük a totót, általában teljesen ismeretlen olasz vagy francia csapatok, úgyhogy hát totóztunk tulajdonképpen. Volt sikerélmény a totóban? Hát, egyszer talán nyertünk 10 000 forintot, ami akkor nagy pénz volt, egyébként nem nagyon. Térjünk azért vissza a Fradira egy picit, mert hogyha jól tudom, akkor nem is a medencepartról vannak az első emlékek a Fradival kapcsolatban, hanem hogy futballmeccsekre jártak? Hát anyám az ismerősök révén is kivitt engem, tehát én voltam kint még a régi Fradi pályán, és hát valahogy belém oltotta ezt a sport iránti szeretetet. Egyébként maga az, hogy én az uszodába lekerültem, az teljesen véletlen volt. Tehát az független volt mindentől. Hogy jött a vízilabda a képbe? Elég érdekesen jött. Még az általános iskolával mentünk le egyszer a szigetre, a Margit-szigeti fedett uszodába, és ott engem a dózsának egy edzője szúrt ki, hogy mit látott, nem tudom, mert nem tudtam végúszni a 33-as medencét, tehát csak az öreg szólt, és mondta, hogy másnap menjek le. Úgyhogy én lementem, és egy pár napot ott úsztam, vagy hát kezdtem, még fejes sem mertem ugrani, tehát ez így kezdődött. Ugye hát anyám mondta, hogy hát a dózsába úszni, és azonnal lépéseket tett, úgyhogy mielőtt még leigazoltak volna, így átkerültem a Fradiba úszónak, és a Gerendás Gyurinak az édesapja, a Laci bácsi volt az úszóedző, meg egy fiatalabb lány. Csak arra jól sejtem, a képlet az úgy folytatódik, hiszen annyi ilyen fiatal fradistával volt már szerencsénk beszélgetni, hogy túl unalmas lett az úszás. Hát ez az egyik, a másik meg az, hogy nem voltam túl sikeres úszó. Úgyhogy tulajdonképpen 4 évig úsztam, de mégsem, 2 év után én elkezdtem lejárni hétvégeken, vasárnaponként az úszodába, vízilabda edzésekre. Aztán később a Laci bácsi azt mondta, hogy jobban teszed, hogyha átmész a pólósokhoz. Ugye hát ott voltunk ugyanabban az úszodában. És így lett igazán az úszásból vízilabda. Régen egyébként sokkal több úszóból lett vízilabdás. Ma már teljesen szétvált ez a két sportág. Ha picit ugrunk az időben, 1965-ig azt a bajnoki címet ön megkapta? Megkaptam, igen. De ott még éppen csak hogy játszottam. Igen, ezért kérdeztem. Tehát akkor voltam 19 éves. Ott még éppen csak, hogy játszottam, de aztán úgy gyorsan nem, mert 66-ban Markovics Kálmán már betett a válogatottba.
tehát egy évre rá. Úgyhogy az a helyzet, hogy abban a Fradiba, ahová én fiatalként, 65-ben mi ifi bajnokságot nyertünk, ahol még a Szívós Pista játszott a Fradival, tehát megnyertük az ifi bajnokságot, és ez azért a sikerélmény, ez nagyot dob az emberen, úgyhogy még keményebben dolgoztunk. És aztán, ahogy a Fradinak a felnőtt keretébe bekerültem először, hát ott a kezdő csapatban 5 olimpiai bajnok volt. Úgyhogy egy ilyen társaságban edzeni, játszani, és hát mindenki segített, úgyhogy ez egy hatalmas élmény volt. Azt mondhatom, hogy egy fiatal játékosnak ennél jobb indítása nem lehet. Mekkora élmény volt ez az édesanyjának? Hát ő boldog volt, ő nem az a típus volt, aki ugye állandóan repes, de hát nagyon boldog volt, és nagyon nagy szurkoló volt. És hát ugye a Fradi, ugye, hát szóval a Fradi. Picit most visszacsapongnék az ifjúsági korosztályhoz, vagy az utánpótlás korosztályhoz. Mennyire volt benne akkor az önök nevelésében, az edzései között ez a fajta fradizmus, hogy például a klub történelmében tisztában legyenek, vagy a klub filozófia mennyire volt önökbe verve csúnya szóval? Nem volt ez belénk verve, valahogy adódott. Egyrészt azt, hogy a nagy nevek ott voltak körülöttünk. Ifi koromban a Vízvári Karcsi bácsi személyében egy nagyon jó edzőnk volt az ifi csapatnak. Aztán ifi válogatott lettem, ahol a Szittya Károly meg a Somóci Lóránt voltak ifi válogatott edzői. Akkor ugye, hogy nem voltak ilyen nagy utazások, hogy Európa-bajnokság meg világbajnokságot volt. NDK meg volt Lengyelország. Egyszer-egyszer. De Budapesten volt egy torna 65-ben, arról őrzök fotókat, és tulajdonképpen így, ahogy belekerült az ember az egészbe, és az öregektől mindig hallotta a még idősebbeknek, de híres játékosoknak a nevét, így aztán azért elég korán tisztában voltunk azzal, hogy egy olyan sportágat űzünk, ami rendkívül sikeres. És hogyha egy picit... hát megint csak csúnya szóval mondva, ilyen hierarchiát kéne fölállítani, akkor ott 65 környékén, a 60-as években azért a fradivízi labdázóinak nagyon ment, önöknek nagyon ment, hát ugyanígy beszéltünk a futballcsapatról, sőt azt hiszem akkor a női kézilabda is ott nagyon jó eredményeket produkált, szóval a fradi családon belül a vízilabda milyen helyet foglalt el? Én azt hiszem, hogy minden sportág kedvelte a másikat, hogy más nem mondjak, komoly barnoki mérkőzéseinkre a foci csapat lejött a Szigetre. Volt ott a Lakat, Karcsi bácsi volt edző, és megjelent az egész foci csapat. Egy ilyen komoly, mondjuk egy Fradi Dózsa, vagy egy Fradi Honvéd akkor jobb volt ilyen meccsen. Úgyhogy, és hát mi is kijártunk, amikor tehettük a meccsekre. Más sportágok meccseire. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy csak a futball volt, vagy azért volt más sportág? A futball volt, megmondom miért, mert már amennyiben lehetett, mert ahogy az ember ebbe belefeküdt, akkor a más sportágokban is a hétvégén voltak a mérkőzések, és nekünk is mérkőzéseink voltak. Tehát igazából nem volt egy szabad napunk sem. Edzések, hétköznap, mérkőzések. Hétvégén, úgyhogy amikor tehettük, de hát elsősorban a foci volt az. Ahogy visszalapozgattam a sportsajtót, megütötte a szememet egy 68-as OB1-es meccs, most nem a mérkőzés számít, hanem hogy 3000 néző. Akkor azért milyen érzés volt 3000 néző előtt egy uszodában? Vagy ez csak az nekem az igazság, hogy régen, ugye egyrészt a vízilabda nyári sportág volt, és ha ifi meccseket játszottunk, akkor a Szigeten a strandolók körbeülték a medencét. A felnőtt csapatnál pedig, hát a Fradinak akkor is komoly szurkoló tábora volt, a tele volt az uszoda. Tehát tele volt, én láttam olyan Fradi vízilabda meccset, ahol a közönség örjöngött, még ugye a Gyarmati Dezsőék, Kárpáti Gyurival még játszottam. A Dezső
csak tényleg teljesen érintőlegesen, aztán ő lett az edző, a Gyarmati Dezső. És hát ami ebben a szomorú, hogy nem olyan régen a nagy öregek közül utolsóként a Gyuri is elment. Tehát akikkel én bekerülve a Fradiba, a Kárpáti, Gyarmati, Bolvári, Felkai, Ambrus, akik mind olimpiai bajnokok voltak, és én együtt játszhattam velük, hát ez egy nagy élmény volt, és nagy segítség. Az a műsorunk egyik célja, hogy a Fradi nagy legendáiról beszéljünk, vagy a nagy legendáival beszéljünk. Most az imént felsorolt jó pár nevet, akikkel sajnos már nem tudunk beszélgetni. Hogyha a mai fiataloknak kéne közülük akár csak egyet kiemelni, aki mondjuk ebbe a Fradi szív kategóriába, vagy abba, amit a klub megtestesít a legjobban élik, ön kit emel neki? Nehéz, és nem is szeretnék egy nevet kiemelni, mert úgy annyira egybe volt ez a társaság. Szóval a Fradi ez a Fradi volt. Úgyhogy, és mindegyik, mondhatom azt, hogy hát az idősebbek, ugye mindegyik világklasszis volt. Olimpiai bajnokok voltak. Úgyhogy ki, hát ugye a Gyarmati Dezsőt mondják, aki talán az egyik legnagyobb egyénisége volt abban az időben, valamikor egyszer még a világ legjobb játékosának is megválasztották a Dezsőt. És azért ő egy ilyen vezéregyéniség volt, tehát a Fradiba játékosként és aztán edzőként is, mert ugye egyből, amikor abba hagyta, akkor átnyergelt, és ő lett a csapat edzője. Előtte meg a Fábián Dezső volt, aki hát ugyancsak egy nagy név, és nagyon sokat tanultam tőle. Aztán egy idő után a fiatal Kásály Zoltánból a csapat egyik vezérévé vált, és a Fradinál pedig mindig megmaradt az, hogy a fiatalokra próbált építeni, vagy legalábbis rengeteg fiatal volt a csapatban. Volt olyan periódus, ugye, amikor a kevés válogatottak egyike volt ön. Az sosem fordult meg a fejében, vagy sosem volt lehetősége arra, hogy elhagyja a klubot? Nem, hát nagyon furcsa volt, mert a nagyöregek szinte olyan hirtelen abba hagyták, és a egyik évről a másikra a legfiatalabbból a legöregebb lettem. És sok fiatal játékos jött, akkor jött a Gór István oda edzőnek, majd 1970-et írunk, 69 vége, és hát fantasztikus munkát végeztetett velünk, bajnokságot nem nyertünk, de állandóan második-harmadik helyen voltunk. De megkerestek a Maier Mihály, aki ugyancsak kétszeres olimpiai bajnok, ő dózsás volt mindig. Mindig fűzött engem, hogy menjek oda. De hát valahogy már, nem tudom, de anyatejjel magamba szívtam ezt a Fradi őrületet, úgyhogy meg sem fordult a fejembe, hogy elmenjek. Hívtak klubokba, de jól éreztem ott magam. Megbeszéltük az interjú legelején, hogy az édesanyja révén lett fradista, aztán később visszatért ugye edzőként is a klubhoz, akkor pedig a fiát edzette. Ez a fradizmus, ez tovább szállt Tamásra? Tulajdonképpen Tamás nem edzettem, ő először, ugye ő KS is volt, aztán elment az UT-ba. Nem volt itt átfedés 94-95-ben? És akkor az UT-ból pedig jött a Fradiba. És én voltam edző, de amikor a Fradiba jött, akkor én a felnőtt csapattól mentem a Fradi ifi csapathoz, még ott edzettem. Igazából azért maradtam, hogy ott közelről követhessem a pályafutását, meg a munkáját. Az nem egy kellemes élmény nekem, ahogy ezt a két év edzősködés után eljöttem, vagy nem tudom, elküldtek, de hát ott maradtam a Fradiba ezért az ifiknél. És így gyakorlatilag közelről tudtam követni a Tamást, aztán utána már elmentem. Tehát én tulajdonképpen 21 évet töltöttem el a Fradiba, ebből 18-at úszó és vízilabdázóként, főleg vízilabdázóként és 3 évet edzőként. Nyilvánvaló, hogy ilyen negatív érzést hagyott bennem, ahogy én a Fradiból elmentem, de hát ez nem a Fradi volt, ez csak a vízilabda csapat vezetősége. Úgyhogy
az ember ezt szétválasztja. A Fradi az Fradi maradt, tehát ezzel igazából semmi probléma nem volt, és mindig figyeltem őket. És akkor zárásként egy picit beszéljünk a mai Fradiról. Említettük itt a 60-as éveket, amikor a klub vízilabdázásának egyik aranykorát élhették meg önök. Most itt van egy újabb? Hát igen, az a helyzet, hogy a sportban nagyon sok minden változott, azt mondanám, hogy nem mindig előnyére, legalábbis a magyar szemszögből nézzük. És eljutottunk oda, hogy a klub érdek sokszor ütközik a nemzeti, a válogatott érdekkel. A klubok győzni akarnak. Az a klub, amelyik megengedheti magának, az külföldi játékosokat is szerződtet. Így egy picit a mezőny is úgy szétszakad. Már régen mi játszottunk Szentesen olyan meccset, hogy Egerből menekülni kellett meccs után, szinte úszonadrágba ugrottunk be a buszba. Tehát ez megszűnt, a Fradi most hihetetlenül erős. Jó kezekben van, ugye Zsolt, a Varga Zsolt az edző, Nyéki Balázs a segítője, tehát hozzáértő emberek kezébe vannak. Külföldi játékosok is vannak, aminek mi öregek nem örülünk, de azt viszont megértjük, hogy és látszik is az eredményeken, hiszen a Fradi az elmúlt évben vagy években mindent megnyert. Tehát magyar bajnokság, kupa, bajnokcsapatok, Euró, vagy most már ugye BL van, szuperkupa, tehát egy nagyon jól összerakott együttes, ahol értelemszerűen, hát nem csak a magyar, hanem a külföldi játékosok is dominálnak. Ma itt van a sportág, tehát eddig azt mondtam a Mertz Tominak, ugye, aki most a szövetség kapitány, hát most nehezebb dolgod van. Mert ilyen a sportág, és hát ezzel nem nagyon tudunk mit csinálni. Ugye próbálják redukálni a külföldi játékosok számát. Mindig azt mondják, hogy mi készítjünk föl a szerbeket, mert a szerbek legjobb játékosai közül sokan nálunk játszanak, vagy az olaszoknál. Úgyhogy ilyen értelemben a sportág megváltozott, de a Fradi az Fradi, és hát nyilvánvaló, hogy más csapatokban is játszanak külföldiek, ennek ellenére a Fradi győz, tehát ilyen szempontból viszont örülhetünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és beszélgettünk egy picit a Fradiról. Jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen még egyszer a meghívást! Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, hölgyeim és uraim, jövő héten zöld-fehér hírekkel jelentkezünk, aztán pedig újra dobban majd a Fradi szív, addig a YouTube-on, a Facebookon és az Instagramon is tudják már követni a 9.tv csatornáit, tegyék meg a viszontlátásra!